A veszprémi születésű megyei Prima Primissima díjas Rozsnyói Péter, a kiváló nagybőgős Orbán György és a jazzdobosként ismert Kőszegi Imre tartott koncertet április 19-én a B épület aulájában, ahol a jazzrajongók a műfaj teljes kelléktárából hallhattak gyöngyszemeket. A trió zongoristája Rozsnyói Péter Veszprémben született. Középiskolai tanulmányait a Dohnányi Ernő Zeneművészeti Szakközépiskola klasszikus zongora szakán végezte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz zongora szakán diplomázott. A fiatal tehetség többek között Veszprémhez és az egyetemhez fűződő kapcsolatáról is beszélt televíziónknak. Mindenképpen jó érzés nekem Veszprémben játszani. Itt születtem. Ez az egyetem aulában való szereplés trióban Kőszegi Imrével és Orbán Györgyel külön öröm számomra, ugyanis az egyetem aula ritkán ad teret jazzzenének, javarészt klasszikus produkciók helyszínéül szolgál, úgyhogy ez külön megtiszteltetés számomra. Az egyetemhez nem mellesleg fűznek olyan kapcsolatok, hogy a Friller Ferenc Déken úr tanszékéni zenetörténeti oktató tevékenységet folytatok az őszi fél években. Közismert, hogy a jazz gyakran bővelkedik improvizációkban, azt viszont már kevesen tudják, hogy a lirikus balladai műfaj is megjelenhet a jazz témakörében. Erre Rozsnyói Péter egyik zongorajátéka szolgált példaként. A bravúros kezdést még bravúrosabb folytatás követte, hiszen a populárisabb mainstream jazz mellett egyedülálló rozsnyói és kőszegi szerzemények is felcsendültek. A másfél órás koncert végén a trió tagjai ráadás örömzenéléssel hálálták meg a közönség vastapsát.